vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem, villámlik meg dörög. Nagyon régen volt már, amikor a közönség közvetlenül találkozhatott alkotóval és alkotásaival. A megváltozott járványügyi szabályok tették lehetővé, hogy Orbán László festő végre ne csak virtuális lehetőségeket kihasználva mutassa meg munkáit a látogatóknak. Hogy ki is vagyok pontosan? Erre a kérdésre 22 éve keresem a választ, de úgy érzem, a folyamatos változás miatt még nem tudnék erre felelni, írja bemutatkozójában az Ifjú Tehetség. Igazából a szexádi rajztanárom Adorjáni Endre készített fel engem az egyetemre, és őnála volt az, hogy gyakorlásképpen festettünk is a kertjében, és nagyon megragadott engem ez a kint ilyen plener akvarell festészet. Már egészen fiatalon, általános iskolás kora óta szabad ideje nagy részét rajzolással töltötte, szakkörökre és táborokba járt. Valahol a gimnázium vége felé kezdte átlátni, hogy ebbe az irányba szeretne tovább tanulni. A Kaposvári Egyetem Ripulónai Művészeti Karán 2020-ban sikerült diplomát szereznie festő-grafikus szakon. Eleinte grafikus akartam lenni, meséli, de valahogy a képzés alatt sokkal jobban megragadott a festészet. Igazából az idén nagy részét ezt kiteszi teljes mértékben. A természeti kincsei szerintem ugye a város környékének, illetve az építészeti remek művei és az ilyen kulturálisabb jelképei számomra nagyon inspirálóak. Ami igazán hajt, az az alkotás vágya, mondja Orbán László. Nem akarok megmutatni igazán semmit, egyszerűen csak az alkotásért, magáért festek. A legtöbb képpel azt szeretném üzenni az embereknek, hogy éljenek a pillanatban és a mában, és élvezzék a természet és a környezet adta kincseket. Úgy gondolom, hogy szerintem egy kis időre meg kell állni és figyelni ezekre is, hogy egészségesen tudjunk tovább menni a hétköznapokban. Kint vagyok a természetben sokszor, a képeket is ez inspirálta, de nincsen túl sok időm kint lenni, ugye bent. Próbáltam kint is festeni igazából, de a környezet nagyon zavaró, sokszor a rovarok, stb. És ilyenkor a benti festészet marad. Szóval például azt így sokszor fel kell áldozni érte. Hát elérni igazából azt szeretném, hogy lenne egy olyan életpálya, egy olyan életmű, amit úgy hagyok hátra, hogy büszkén szenteltem az életemet ennek. Úgy gondolom, mondja, hogy megtaláltam azt az utat, azt a szakmát, amivel az életemet szeretném.